2.362.000, itt tart a vakcina számláló. Holnapra vagy holnap utára megvan a 2.5 millió, életbe lépnek az új szabályok. Locsolkodás óvintézkedésekkel. Volt, aki messziről spriccelt, más az interneten locsolt. Még egy húsvét hétfőt tönkretett a járvány. A fokozott rendőri ellenőrzés azonban nem maradt el, de nem a szonda kapta a főszerepet, hanem a biztonsági övet figyelték. És fagykároktól tartanak a gazdák, kemény napok jönnek, megtizedelheti a termést a hideg. Ez a híradó este 7:30-kor az M1-en. Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk. Több mint 50 000 ember kapta meg az első oltást tegnap, tehát húsvét vasárnap sem lassult a kampány. A ma reggeli hivatalos adat szerint már 2.362.000 fölött jár a számláló. Ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 140 000 elsőkörös vakcinát kell már csak beadni a 2.5 millióig. A kormány számításai szerint holnap, vagy legkésőbb holnap után meg lesz a 2.500.000, és akkor kezdődhet a lépcsőzetes nyitás. A fecskendőkerő készítésével indult a reggel az oltópontokon. Húsvét hétfőn is teljes kapacitással működtek, országszerte adták be a koronavírus elleni vakcinát. Az oltásra számítottunk, mert regisztráltunk. Azt nem gondoltuk, hogy éppen húsvét hétfőn fogjuk megkapni. Mindenképpen emlékezetes lesz ez. A Debreceni Egyetem klinikai központjában egy nap alatt 3500-an kapták meg a Pfizer vakcináját. Most 32 helyszínen oltanak, de további kórtermeket nyitnak meg. Kétszeresére emelik a beadott dózisok számát a következő napokban. Nagyon nagy lépés előre, hogy a 32 eddig használt oltópontunknak a szükségetnek megfelelően 42, 44, 47-re fogjuk emelni a hét folyamán, hisz a Sputnik oltással szinte megduplázódik a fogadóképességünk. Egerben két típusú vakcinával oltottak, Sputnikkal a regisztrált 60 év felettieket, Pfizerrel pedig a kismamákat. 6 oltóhelyen zajlik az oltás, lakossági Sputnik oltásunk van. A kismamák, pontosabban a szoptatós anyukák egy teljesen elkülönített 7. oltóhelyen kapják meg az oltást, miután jelentkeztek. Folyamatosan érkeztek az emberek a Miskolci kórházba is, hogy megkapják az injekciót. Új részleget nyitottak, mostantól már két szinten oltanak. Hosszú ideig voltam a kórházba, és ez a vírus, ez fontos, hogy megvédjük magunkat tőle. Én nem szeretnék még egyszer kórházba kerülni, úgyhogy én nekem ezért fontos, hogy védjem magamat is, és akit ott van a család, és akkor őket is védjem. Ez már Zalaegerszeg, ahol első és második körös vakcinákat adtak be. Az orvosok és ápolók önként vállalták a munkát húsvétkor. Teljes üzemben működik a Zala megyei Szent Rafael kórházba az oltási tevékenység. Szerencsére a kolléganőink olyan jól álltak hozzá, hogy meg tudtuk szervezni a húsvét alatti oltásokat is. Országszerte oltottak a házi orvosok is az ünnep alatt, ebben a szolnoki praxisban 30-an kaptak injekciót. Sok aktív korosztályhoz tartozó betegem kifejezetten örült ennek a lehetőségnek, hisz munkaidőben sokkal nehezebb megszervezni azt, hogy adott időpontra eljussanak oltásra. Oltópontként üzemelt húsvét hétfőn a Harkányi rendelő is. Moderna és AstraZeneca vakcinát kapott több mint 80 páciens. A Baranya megyei új eset számok nem alakulnak sajnos jól, ezért fontos, hogy mindenkit, akit a napokban behívtak, éljen az oltás lehetőségével, és minél nagyobb számba vegyük fel az oltást. Közel a 2.5 milliómadig beoltott és az újranyitás lehetősége. A friss összesítés szerint ugyanis már 2.363.000-en kaptak oltást, közülük 913.000-en a második dózison is túl vannak. A magyar lakosság 23,7%-a átoltott, ami jóval magasabb az uniós átlagnál. Szlávik János infektológus főorvos arról beszélt az M1-nek, hogy jól halad az oltási kampány, nyárra fellélegezhet az ország. Haladunk az oltási sorral, és most már egyre több és több csoportot lehet behívni oltásra. Sajnos ahogy emelkedik az esetek száma Magyarországon, nekem úgy tűnik, hogy egyre többen szeretnének oltást felvenni. Egyre többen látják ennek a betegségnek a sokszor nagyon súlyos következményeit. Azt, hogy olykor fiatal, teljesen egészséges emberek is nagyon súlyosan megbetegednek a koronavírustól.
Vasárnap 3874 új fertőzöttet regisztráltak és meghalt 213 krónikus beteg. Az aktív fertőzöttek száma 250 ezerre emelkedett. 11 ezernél is több koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1451-en vannak lélegeztetőgépen. Látszik tehát, hogy a koronavírus továbbra is gyorsan terjed, ezért a szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan figyeljen a védelmi intézkedések betartására. Várhatóan holnap éjfélig, de legkésőbb szerdán délelőtt elérjük a 2,5 millió beoltottat, ezt közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Hivatalosan Pintér Sándor belügyminiszternek kell ezt megállapítania. Ezt követően életbe lép a lépcsőzetes nyitás első fázisa. Vagyis a kijárási tilalom kezdete este 10-re csúszik, és reggel 5-ig tart a tilalom, ahogy eddig is. Az üzletek reggel 5 és este 9:30 között lehetnek nyitva. Viszont életbe lép ez újfajta négyzetméter alapú szabályozás, vagyis átlagosan 10 négyzetméterenként lehet egy vásárló a boltokban. Kinyithatnak a fodrászatok és más szolgáltatók. Az éttermek ugyanakkor továbbra is csak elvitelre főzhetnek, és a szállodák sem fogadhatnak egyelőre vendégeket. Folytatjuk az egészségügyi dolgozók mindennapjairól szóló sorozatunkat. A Borsod megyei kórház ápolási igazgatója azt mondta az M1-nek, hogy több komoly kihívással kellett megküzdeniük az elmúlt bő egy évben, de amióta megkapták az oltást és kialakult a védettség, már sokkal nyugodtabban dolgozhatnak. A rugalmasságuk nagyban fejlődött, mindenki egy megszokott helyen, egy megszokott közösségben, megszokott főnővérrel dolgozott, és mivel ez a nagy intézményünk Hatta Kórház integrációjával jött létre, ezért voltak olyan munkatársak, akik nem is ismerték egymást. Most az átirányítások kapcsán többféle osztály dolgozik együtt, jobban megismerték egymást, jobban megismerték egymást szakmai sajátosságait, és megtanultak együtt dolgozni. Szerintem nagyon sokat tanultak egymástól a szervezeti egységek, ellesnek egymástól jó praktikákat, jó gyakorlatokat. Miközben még javában tart a harmadik hullám, egyre több munkát adnak az orvosoknak azok a betegek, akiknél a hosszú COVID vagy más néven post-COVID tünetek jelentkeznek. Ilyen lehet a fáradékonyság, a köhögés, a fejfájás, a memóriazavar vagy éppen az alvászavar. Minden harmadik fertőzöttnél van post-COVID. Ráadásul a késői szövődmények kialakulása olyanoknál is előfordul, akiknél maga a betegség enyhe lefolyású volt. Önfeledten játszik gyermekeivel ez a Kozár Mislenyi édesapa. Valamennyien fellélegezhetnek most már, hogy meggyógyultak a koronavírus fertőzésből. Merész Márton orvosként most már nem csak szaktudásával, tapasztalataival is tudja segíteni pácienseit. Ő is post-Covid-dal küzdött ugyanis. Azt mondja, a fertőzést ugyan szerencsésen átvészelte, tünetei azonban még egy jó ideig megmaradtak. Bizonyos napszaki időpontban, tehát akár délutánonként egy ilyen indokolatlanul jelentkező magas pulzusszám, ami volt, tehát hogy az ember ránézett az órájára, és látta, hogy egy 110-120-as nyugalmi pulzus jelentkezik terheléstől függetlenül. Emellett nekem tünetem volt, hogy körülbelül egy hónapig a szaglás ízérzés az nem rendesen tért vissza. Egyre többen szembesülnek hasonlókkal, a legtöbben állandó fáradtságra panaszkodnak, de akad olyan is, aki influenza-szerű tünetekkel küzd. Nálunk ugye megmaradt még egy ember ez a fáradtság, meg mondom nekem még egy kicsit így a torkom is fáj, meg a manduláim, de hát azért bízunk benne, így mindent megteszünk az immunrendszerünk erősítése érdekében, tényleg C meg D-vitamint szedünk. Nem mindenki úszta meg ilyen szerencsésen. Egyre több az olyan eset, ahol nem csak, hogy nem múltak el, még súlyosbodtak is a tünetek. Sokan szív- és érrendszeri és légzőszervi betegségeket kaptak a fertőzés után. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológusa az M1-nek azt mondta, a járvány kezdete óta megduplázódott azoknak a betegeknek a száma, akik valamilyen maradványtünettel küzdenek. Eleinte a betegek 10-15%-ánál észlelték, a legutóbbi időkben ez akár 30% is lehet. Sokkal súlyosabb azoknál a betegeknél, akik súlyos állapotban kerülnek kórházba, sok időt töltenek kórházban, netán intenzív osztályon ápoltuk őket. Ilyenkor több hét, néha több hónap is eltelik a teljes gyógyulásig. Ezeknek a betegeknek az utógondozását segíti az az ajánlás, amelyet nemrég írt az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
Ebben szerepel egyebek mellett, hogy a házi orvosok milyen tünetekre figyeljenek, és hová kell irányítaniuk a pácienseket, ha problémát észlelnek. Fel kell állítani egy protokollt, amivel követjük, utógondozzuk, rehabilitáljuk ezeket a betegeket, hiszen hosszabb távú szövődményeket okozhat. Ez nem csak a tüdőben, de kiemelkedően a tüdőben károsodást okozhat, de ahogy hallottuk, több szervi érintettsége okán szívérendszeri betegséget, idegrendszeri, pszichiátriai, tehát alvászavarokat, izomfájdalmat, ízületi fájdalmakat okozhat. Bogos Krisztina kiemelte, nem függ össze a betegség súlyossága a hosszantartó szövődmények kialakulásával, enyhe lefolyású fertőzés után is lehetnek maradandó tünetei a betegeknek. Megint álhír terjedt baloldali médiumokban, több portálon megjelent, hogy szombaton korábban zárt be az egyik budapesti szakrendelő. A koronavírus sajtóközpont azonban azt közölte, hogy nem zárt be korábban a terézvárosi rendelő, hanem a házi orvos véletlenül rossz napra, vasárnapra küldte be a pácienseket oltásra. Azt is írták, hogy a házi orvos azóta már értesítette a helyes időpontról az érintetteket, akik kedden, tehát holnap megkapják az oltást. Mindenki oltassa be magát, ezt kérik a baloldali pártvezetők egy közös videóban. Azt hangoztatják, hogy idézem, az oltás az egyetlen módja, hogy legyőzzük a koronavírust. A videó 100 nappal, tehát több mint 3 hónappal azután jelent meg, hogy Magyarországon beadták az első vakcinát. A Fidesz arra emlékeztetett, hogy a baloldali pártok ma is aláírásokat gyűjtenek a kínai, valamint az orosz vakcinák ellen, és miközben magukat beoltatják, másokat lebeszélnek az oltásról. Mi a közös ellenzék pártvezetői azt mondjuk, hogy minden magyar kapja meg az oltást. Közös videóban követelték az emberek beoltását az ellenzéki pártvezetők. Az MSZP, a DK, a Jobbik, a Párbeszéd, a Momentum és az LMP politikusai az elmúlt hónapok keleti vakcina ellenes nyilatkozatai után vettek pálfordulást. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal közös összeállításában. A DK elnöke már úgy állította be magukat, mintha a pártja és a többi ellenzéki politikus sosem hergelt volna bizonyos vakcinák ellen. Azt még Orbán Viktor is kormánya sem tudja tőlük elvenni, hogy arra biztosuk az embereket, hogy oltassák magukat. Igen, azt kérjük, hogy mindenki kaphassa meg az oltást. Már a házi orvosok sem ajánlják a kínai vakcinát. Meg kell védenünk a magyarokat az EU által nem engedélyezett kínai vakcinától. A demokratikus koalíció az elmúlt hónapokban még így ágált a keleti oltóanyagok ellen. Sőt, a párt még egy drámai hangvételű összeállítást is készített, arra biztatva követőit, hogy írják alá a DK petícióját és érjék el, ne lehessen oltani a kínai vakcinával. Közben a videóban azt az egyébként hamis információt sugalták, mintha Magyarországon bárkit kényszerítenének arra, hogy a keleti oltóanyagot válassza. Az utóbbi időben lakosság arányosan a világon, Magyarországon halnak meg a legtöbben koronavírusban. Nem tett másként a Párbeszéd sem, miközben a párt társelnöke Szabó Tímea az ellenzék közös videójában a kormány teszi felelőssé, amiatt, hogy emberek halnak meg a járványban. A párt korábbi EP képviselője, Jávor Benedek januárban egyenesen hazárdjátéknak nevezte a kínai oltóanyagot, és azt is kétségbe vonta, hogy a magyar hatóságok megfelelően jártak el a vakcina bevizsgálásakor. A kínai gyártók körül ráadásul súlyos bizonytalanságok vannak. A keleti oltóanyagok elleni támadásban nemrég Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely baloldali polgármestere is beszállt. Annak apropóján, hogy Lázár János volt miniszterelnökséget vezető miniszter egy rádió interjúban azt mondta, ezek a vakcinák eddig 600 ezer magyar embernek mentették meg az életét, a nyugati oltóanyagok hiánya miatt pedig 20 ezeren haltak meg. Ezzel van-e vitájuk? Az egyébként emberéletekről szóló, ám meglehetősen kedélyes hangvételű beszélgetés egy pontján a gyurcsánypárti Vágó István is a kínai oltóanyag hatékonyságát kérdőjelezte meg. Ő azt mondja, hogy a 600 ezer kínai vakcina az megmentette 600 ezer ember életét. Legalább röhöghetek? Utóbbi fordulat azután hangzott el a DK-s Vágó Istvántól, hogy néhány napja pártársa, a DK Kistarcsai önkormányzati képviselője vesztette életét a koronavírus miatt, mert a Magyar Nemzet információi szerint Penz András visszautasította a kínai oltóanyagot.
A lap úgy tudja, a politikus februárban kapott értesítést a védőoltás időpontjáról és helyéről, de mégsem élt a lehetőséggel. A Magyar Nemzet ennek kapcsán megjegyzi, lehetséges, hogy a politikus saját pártja felelőtlen kampánya miatt utasította vissza a vakcinát. Tudják, vigyázni kell magukra, és vigyázni kell egymásra. A baloldali pártok felelőtlen kampányának az áldozata az ő önkormányzati képviselőjük is, aki nem fogadta el a kínai vakcinát. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal közös videójára így reagált most a Fidesz. A Nagyobbik kormánypárt hangsúlyozza, a baloldali pártok ma is aláírásokat gyűjtenek a kínai és az orosz vakcina ellen. Keleti vakcinák nélkül azonban ma 1 millióval kevesebb ember lenne beoltva Magyarországon. A Fidesz közleményben arra szólította fel a baloldali pártokat, hagyják abba a vakcinák elleni aláírásgyűjtést. Az Európai Unióban továbbra is csak Magyarország használja az orosz, illetve a kínai vakcinákat, bár több ország rendelt már, vagy rendelne belőlük, de továbbra is csak a brüsszeli beszerzésből érkező oltóanyaggal oltanak. Ennek köszönhető, hogy a magyar oltási kampány nagyjából kétszer olyan gyorsan halad, mint az uniós átlag. Egymás után törték fel az orosz oltóanyaggal teli ampullákat Nyíregyházán. Vasárnap 150-en kapták meg a Sputnik V első adagját. A Sputnik oltóanyagot használjuk, az első oltást kapják most a pacienseink. Mai napra 150 beteg van előirányozva, jönnek szépen sorba. Az ország szinte valamennyi pontján éltek a lehetőséggel, az oltásra regisztráltak és felvették az orosz vakcinát. Jó esélyünk van arra, hogyha holnap és holnap után is rendben mennek a dolgok, akkor húsvét utáni első-második napon meg lesz a 2,5 milliómodik beoltott. Húsvét után meg lehet a 2,5 millió beoltott, és megkezdődhet az újraindítás. Erről beszélt Orbán Viktor vasárnap a közösségi oldalára feltöltött videóban. A hétfői adatok szerint a magyar lakosság 23,7%-a már kapott oltást, szemben az uniós 12,6%-os átlaggal. Orbán Viktor többször hangoztatta, hogy a keleti vakcinák nélkül Magyarország nagy bajban lenne. A miniszterelnök egyúttal folyamatosan arra buzdít, hogy mindenki vegye fel az oltást, akit behívnak, a baloldal pedig hagyjon fel az oltás ellenes kampányával. Múlt pénteki rádió interjújában is arra kérte azokat, akik nem akarnak vakcinát, hogy azt kezeljék a saját döntésükként. Ne lépj át azt a határvonalat, hogy másokat is meg akar arról győzni, hogy ő se oltassa be magát. Ez nagy baj. És hát ott az álszentség kétségkívül, akik a oltás ellenes kampányt politikailag viszik, azok közben sutyomban vagy nyíltan melyik, hogy beoltatja magát. Tehát másokat lebeszélnek, mert politikai hasznot remélnek ettől, ez nyilvánvaló, magukat meg közben beoltatják. Azok a politikusok, akik még pár hete, pár hónapja az orosz és a kínai oltóanyagokkal szemben hergelték a közvéleményt, ma már sorban állnak azért, hogy ugyanezzel az oltóanyaggal oltassák be őket. Felelőtlen és emberéleteket követelő a baloldal, különösen a Demokratikus Koalíció oltás ellenes kampánya, mondta Deák Dániel az M1-en. A 21. század intézet vezető elemzője szerint emiatt fordulat figyelhető meg az MSZP, a Momentum, a Jobbik és az LMP kommunikációjában. Most már például MSZP-s politikusok, vagy LMP-s, vagy ugye Momentumos, vagy Jobbikos politikusok már nem merik azt mondani, hogy rosszak a keleti oltóanyagok, hiszen szembe megy ez az álláspont a saját választóiknak az elvárásával is, hiszen ők is látják, hogy a szomszéd, az ismerős, a barátok megkapták ezt az oltóanyagot, semmi bajuk nincsen, sőt, megvédi őket attól, hogy mondjuk súlyos betegséget kapjanak el a koronavírus hatására. A keleti vakcina beszerzés kapcsán arról beszélt, Orbán Viktor és a magyar kormány nem először szállt szembe a liberális fősodor képviselte állásponttal. Hozzátette. Ugyanezt történt 2010 után, amikor Magyarország az unortodox gazdaságpolitika miatt nagyon sok támadást kapott. De a migráció esetében is, mert mi kezdetben rengeteg kritika érte a kabinetet, mára már egyre több ország képvisel Magyarországéval azonos álláspontot. És ez figyelhető meg most az oltóanyagok vásárlásánál is. Példaként Ausztriát hozta fel, ahol a kormány 1 millió adag orosz vakcinát vásárol.
Nézzünk körbe még Európában. Gyakorlatilag mindenhol teljes vagy részleges lezárások mellett ünnepelték a húsvétot, amennyire egyáltalán lehet ünnepelni ebben a helyzetben. Télen még több tagállamban reménykedtek, hogy az oltásokkal meg lehet előzni a harmadik hullámot, de ez nem sikerült, látjuk. Annyira kevés a vakcina, hogy csak a korlátozásokkal lehet fékezni a vírus terjedését. Most már azért küzd mindenki az Európai Unióban, hogy legalább a nyár vagy a nyár második fele szabad legyen. Folyamatosan érkeznek az emberek a koronavírus elleni oltásra Párizs egyik külvárosában. Az ünnepi hétvége ellenére az orvosok és ápolók folyamatosan dolgoznak, hogy minél többen kapjanak a Pfizer és a Moderna vakcinákból. Nagypéntektől húsvét vasárnapig országszerte csak nem 1 millió embert oltottak be. A regionális egészségügyi ügynökség vakcina ellátásától függünk, itt takarékoskodnunk kell. Csak néhány nappal korábban szólnak, ha plusz adagokat kapunk, ez alapján adjuk ki az időpontokat. Ma például 2000 oltást adhatok ki, mert a Pfizer vakcinából a tervezetnél 1400 dózissal több érkezett, amelyet egyenletesen osztottam el 14 napra. Magyarázta az oltópont koordinátora. A lakosság már több mint 13,5%-a megkapta legalább az első adag védőoltást. A tervek szerint kettől az is gyorsítja majd az oltást, hogy a katonaság újabb 7 oltópontot állít fel országszerte. Kölnben is tömegek vártak vakcinára vasárnap. A német nagyváros egyik oltópontján az egészségügyi dolgozók egy nap alatt 4000 adag AstraZeneca injekciót készítettek elő, amelyekkel a 60 évesnél idősebbeket oltották. Jól érzem magam, és nagyon örülök, hogy kaptam időpontot. Olyan volt, mint egy húsvéti ajándék. Természetesen eleinte egy kicsit aggódtam, de azt hiszem, minden vakcinának megvan a maga kockázata, ezért végül eljöttem, mondta egy 64 éves nő. A németek is igyekeznek felpörgetni az oltási kampányt, eddig ugyanis a lakosság alig több mint 12%-a kapott vakcinát, ezzel pedig a legtöbb uniós tagállamhoz viszonyítva rosszul állnak. Szicílián sem húsvét alkalmából várták az embereket a templomoknál, hanem oltásra. Az olasz szigeten ugyanis a plébániák engedélyével a vallási épületekben állították fel az oltópontokat. A hatóságok azt remélték, hogy az ünnepek alatt így szívesebben veszik fel a vakcinát az emberek, mint egy hagyományos oltóponton. Franciaországban a hétvégén minden megyében életbe lépett az a szabály, hogy csak 10 kilométeres körzetben szabad elhagyni a lakóhelyet. Időkorlát nincsen, tehát akár órákon át lehet napozni a Szajna parton, de 10 kilométernél távolabb tilos eltávolodni a lakóhelytől. Ez jóval szigorúbb korlátozás, mint a magyarországi. Több francia szakértő szerint azonban semmi értelme, mert érdemben nem csökkenti a találkozások számát. Aki csak tehette, még a húsvéti ünnepek előtt vidékre vagy a tengerpart felé vette az irányt a francia fővárosból. A járvány gyors terjedése miatt ugyanis szombattól életbe lépett az újabb, immár harmadik országos zárlat. A franciák a következő egy hónapban engedély nélkül csak 10 kilométeres körzetben hagyhatják el otthonukat. Ez teljesen más Párizsban, Saint-Malo-ban, vagy itt Saint-Briac-ban, és a panoráma sem ugyanaz, mondta egy párizsi nő. A francia kormány hosszas vita után az iskolákat is bezáratta, a gyerekeket azonban a lakókörzeten kívül élő nagyszülőkhöz a lezárás idején is bármikor elvihetik a szülők. Kétségbeesve hívott a lányom, hogy az első hétre nem talált megoldást, így nálunk maradnak az unokák, mondta egy nagyszülő. A szerényebb jövedelemmel rendelkező családok pedig külön támogatást kapnak az ingyenes iskolai ebéd pótlására. A tavaszi napsütés ezreket csalogatott ki a Szajnapartra a hétvégén Párizsban is, ahol a kormány több régióval együtt a romló járványügyi mutatók miatt már 2 héttel ezelőtt szigorú korlátozásokat rendelt el. Bezártak az éttermek, a ruházati boltok és a mozik, egy hónapig csak a létfontosságú üzletek maradhatnak nyitva. A párizsiak egyre nehezebben viselik a korlátozásokat. Kijöttem, hogy friss levegőt szívjak és élvezzem a napsütést. Nem élhetünk hörcsögök módjára, nem rejtőzhetünk el folyton az odunkban. Néhány perce megzavartak a rendőrök, mert nem volt rajtam maszk. De hogyan kaphatnám el a vírust, amikor 50 méteres távolságra ülök a többiektől? Méltatlankodott egy párizsi férfi. A hatóságok a 3 napos húsvéti hétvégére több mint 6000 rendőrt vezényeltek az utcákra, hogy a járványügyi szabályok betartását ellenőrizzék. Pénzbírságot szabunk ki a kötelező maszkviselés elmulasztása miatt, vagy ha 6-nál többen gyülekeznek a közterületeken, mondta az egyik rendőr. A szabálysértők legkevesebb 135 euró, azaz csaknem 50 ezer forintnyi pénzbírságot kaphatnak. A 67 milliós Franciaországban az elmúlt héten folyamatosan emelkedett a napi fertőzöttek száma. Vasárnap 60 ezer új esetet regisztráltak.
A járvány kezdete óta több mint 95 ezeren haltak meg a koronavírus szövődményeiben. Tovább küszködik Németország. Most már hetek óta az a téma, hogy kell-e szigorítani, vagy a jelenlegi korlátozásokkal féken lehet tartani a harmadik hullámot, sőt olyanok is akadnak, akik inkább enyhítenének. Angela Merkel kancellár mondhatjuk, hogy hagyományosan most már korlátozáspárti. Csak hogy elemzők szerint lefagyott a kancellár, és döntésképtelen, amióta meghiúsult az általa erőltetett húsvéti zárlat. Inkább csak sodródik az eseményekkel a berlini kormány. Egy hónap próbaidőre ismét kinyithattak a boltok, az éttermek, a szállodák és a múzeumok a szászországi Augustusburgban. A vendégek azonban csak negatív vírustesztel vehetik igénybe a szolgáltatásokat. Nagyon jó, hogy ismét beülhetünk egy étterembe, vagy elmehetünk vásárolni, mondta egy turista. A városka bejáratánál tesztállomásokat alakítottak ki, ahol a projektben résztvevőknek regisztrálni és teszteltetni kell magukat, ezt követően QR-kóddal történik a beléptetés. Vegyes érzések kavarognak bennem, egyrészt ismét visszatérhetünk a normális élethez, másrészt viszont furcsálom, hogy holnap már nem működik a kód, új tesztet kell végeztetni, mert minden teszt csak egy napig érvényes, mondta egy másik vendég. Mintegy 10 étterem és nyaraló vesz részt a kísérleti nyitásban, amelyet azonban csak azzal a feltétellel engedélyeztek, hogy azonnal véget ér, amint megtelik a rendelkezésre álló 1300 intenzív ágyatartományban. Németországban folyamatosan emelkedik a napi új fertőzöttek száma, vasárnap 2800 új esetet regisztráltak, a járvány kezdete óta több mint 77 ezer áldozatot követelt a koronavírus. A kormány kitartást kér, de sokan nem tartják magukat ehhez, és azonnali teljes nyitást követelnek. Több mint 10 000-en vonultak fel hétvégén Stuttgartban a járvány korlátozások ellen. A demonstrálók nagy része nem viselt maszkot, holott a rendőrség korábban arra figyelmeztetett, feloszlatják a megmozdulást, ha a résztvevők nem tartják be a járványügyi előírásokat. Több száz rendőrt vezényeltek a tiltakozás helyszínére, de nem avatkoztak be. Sokan viszont éppen ezért kritizálták az egyenruhásokat, mondván eltűrték a járványügyi szabályok nyilvános megsértését. Berlinben is több százan tiltakoztak a járvány ellenes korlátozások, a gyülekezési és éjszakai kijárási tilalom ellen, ami pénteken lépett hatályba a német fővárosban. Mások inkább kirándulni indultak volna a hosszú hétvégén, ezt azonban a járványügyi korlátozások nem teszik lehetővé. Németország egyik legkedveltebb belföldi üdülőhelyén, a Balti-tenger partján fekvő Mecklenburg-Előpomeránia tartományban szigorú kijárási tilalom van érvényben, és minden zárva van. Téli hideg van, de kocsival jöttünk, ebben is alszunk, és itt is reggelizünk, mondta egy fiatal lány. De még így is törvényt szegtek, mert a tartomány egyáltalán nem enged be turistákat, és igazolni kellett volna az utazás célját. A hétvégén csak itt 500 illegális turistát kaptak el, és küldtek haza a rendőrök. Lazítottak az óvintézkedéseken Portugáliában, 2 hónap után újra várják a vendégeket az éttermek, kávézók és bárok, de csak szabad téren szabad ételt, italt felszolgálni. Újra nyitva vannak a múzeumok, az edzőtermek, valamint a szabadtéri piacok. Érdemes figyelni Portugáliára. Decemberben már tettek egy hasonló nyitási kísérletet, igen, csak rosszul sült el. Januárra tragikus járványhelyzetet eredményezett, rövid idő után újra zárniuk kellett, mert megteltek a kórházak betegekkel. Szerbia továbbra is gyorsan halad az oltásokkal, már nagyjából 30% az átoltottság, és a hónap végéig el akarják érni a 40%-ot. Keleti és nyugati vakcinákat is használnak a szerbek. Az elmúlt napokban némileg csökkent az új fertőzöttek száma, viszont még mindig sokan vannak kórházban. Az éttermek azonban kint a teraszokon, illetve a kerthelyiségekben fogadhatnak már vendégeket. Szabadkáról jelentkezett Mészáros György. Szigorú óvintézkedéseket kell betartani, tehát a kerthelyiségekben is a vendégeknek 2 méteres távolságot kell tartaniuk egymástól, tehát nem az asztaloknak kell egymástól 2 méterre lenniük, hanem a vendégeknek. A vendéglő kerthelyiségeiben tartózkodóknak és a személyzetnek is maszkot kell viselniük. A maszkot a vendégek kizárólag akkor vehetik le, amíg kortyolgatják a kávéjukat.
A két évvel ezelőtt és az idei húsvét hétfőt állította egymással szembe Orbán Viktor a Facebook oldalán. Azt írta, 2019-ben a szokásos módon meghitt családi körben telt a húsvét. Idén azonban, ahogy már tavaly is, más minden. Úgy fogalmazott a miniszterelnök, hogy dolgozunk, hogy minél hamarabb legyőzhessük a vírust. Hozzátette, hogy küzdenek az orvosok, az ápolók, a szülők, küzdünk, és a vakcináknak köszönhetően minden egyes oltással közelebb kerülünk a győzelemhez. Várjuk a nyarat, és reménykedünk, hogy együtt sikerülni fog. Ezt írta tehát Orbán Viktor, én pedig elmondom önöknek a tavalyi húsvét hétfő egyik felvezető szövegét, idézem saját magam. Ez a húsvét más, de azért a locsolkodás nem maradt el. A legtöbben csak otthon, a szűk családban gondoskodtak arról, hogy a lányok és a hölgyek ne hervadjanak el, ám akadtak azért olyanok is, akik speciális óvintézkedések mellett másokat is meglocsoltak. Ez hangzott el egy éve a híradóban, és sajnos még ma is aktuális. Egész évre frissek és egészségesek maradnak a tokodi lányok és asszonyok. A Komárom-Esztergom megyei településen idén sem maradt el a húsvéti locsolkodás. A helyi önkéntes tűzoltók a megfelelő védőtávolságot betartva tűzoltó fecskendővel locsoltak. Minden lányos házat felkerestek, a kapuba kiállva, népi viseletben és a járvány miatt maszkban várták őket. Kikibolyát láttam, el akart hervadni, szabad elocsolni. Járt a jutalom a fiúknak, tojással és húsvéti finomságokkal kedveskedtek nekik. Nagyon örülünk neki, és nagyon köszönjük, hogy nem fogunk elhervadni idén sem, mivel most elég nehéz időszakot élünk meg, de nagyon szépen köszönjük a tökodi önkéntes tűzoltóknak ezt. A településen minden évben kiemelten fontos a hagyományok őrzése. Sajnos most már a második húsvétot kényszerülünk megoldani a helyi önkéntes tűzoltók segítségével, akik egyébként nagyon szívesen jönnek és segítenek nekünk ebben a hagyománynak a fenntartásában. Menjünk a letörésen végig a 40-esre a Bozótba. Idén is megtartották a hagyományos húsvéti tojáskereső versenyt Zalaegerszegen. Az édességek felkutatásában az egész család szívesen részt vett. Azért, mert ez a szabadban van, nagyszerű kikapcsolódás a család számára, a gyerekek és a felnőttek is egyaránt élvezik. A csoki tojásokat térképpel vagy egy mobil alkalmazás segítségével keresték. A koronavírus járvány miatt idén nem csoportosan, hanem egyénileg lehetett teljesíteni a versenyt. Mivel nem szabad ugye gyülekezni, szabadtéren sem, ezért 4 napos rendezvényt találtunk ki. Nagypéntek reggeltől húsvét hétfő estig lehet felkeresni ezt az állandó pontos pályát. Készül a nyuszi füles fotó ebben a pécsi busz megállóban. A várakozás jó hangulatban telik, hímes tojásokon lehet ülni, az okostelefonokkal pedig tojásokat lehet festeni elektronikusan. Szerettünk volna egy kis ünnepi hangulatot teremteni ezekben a hetekben, úgyhogy színes húsvéti tojásokon üldögélhetnek a várakozók, tojást festhetnek, vagy éppen kedves nyuszi füles szelfiket készíthetnek abban a néhány percben, amit a megállóban töltenek. Lehet SMS-ben locsolni, lehet interneten, lehet esetleg Skype-on, úgyhogy látjuk is, amikor az illető meg akarna bennünket locsolni. Mivel az udei húsvét különleges. A koronavírus járvány miatt idén elsősorban a modern technika segítségével lehet ünnepelni. A hölgyeket húsvét hétfőn szöveges üzenetben, vagy az interneten keresztül köszöntik. Erről beszélt Tátrai Zsuzsanna az M1-en. A néprajzkutató szerint, még ha el is maradnak a rokonlátogatások, a hagyományokhoz a legtöbben szűk családi körben is ragaszkodnak. Lehet a tojást festeni, hiszen a locsolás jutalma a tojás. Azért nagyon sokan gondolom, most is készítettek piros tojást, hímes tojást, nagyon sokan készítenek kalácsot, húsvéti kalácsot, tele van húsvéti kalács receptekkel az internet. Úgyhogy az ember szereti a hagyományokat, ragaszkodik hozzá, és ilyen sanyarú körülmények között is kell, hogy megéljük ezeket a szokásainkat és hagyományainkat. A néprajzkutató is abban bízik, hogy a járvány miatt utoljára maradtak el a húsvéti programok, és jövőre már ismét lehet locsolkodni és családi összejöveteleket tartani. Ezek korábbi felvételek voltak itt a végén, Hollókörről nyilván. A húsvét egyik üzenete az újrakezdés, erről beszélt Erdő Péter bíboros tegnap este az M1-en. Hangsúlyozta, Isten nem büntetni akar a természeti csapásokkal vagy a járványokkal, ez is Isten teremtő tervének része.
Kiemelte Erdő Péter, hogy még ebben a helyzetben is sokat tanulhatunk. Nagyon-nagyon megtanultuk értékelni sok embernek a munkáját. Orvosokét, ápolókét, de a sofőrökét, a szállítókét, mind azokét, akik lehetővé teszik, hogy a nehézségek ellenére működjön az élet. És megtanultuk például értékelni, és ez most már az árakban is kifejeződik, az élelmiszert. Megtanultuk azt, hogy nem szabad pazarló módon élni. Ez már a harmadik ünnep a tavalyi húsvét, illetve a karácsony után, amikor gyakorlatilag esélyük sincs a távol élő magyaroknak, hogy hazajöjjenek, vagy itthonról kiutazzanak hozzájuk rokonok, ismerősök, de a világ túloldalán is sokan őrzik a hagyományokat. Kanadában és Ausztráliában élő magyar családokat is meglátogattunk. A húsvét akárcsak a karácsony különleges ünnep a Niagara vízeséstől nem messze lakó Benkő családban. Tartják hagyományokat sok ezer kilométerre Magyarországtól is. A Torontóban élő költő és festőművész nagymama Gabriella lelkesen tanítja unokáinak a magyar nyelvet és mesél a szokásokról. A legfontosabb az, hogy el tudják olvasni a verseimet, amit írok, meg a másik az, hogy ezt a tradíciót én nem akarom, hogy elfelejtsék. A családi összejövetelen alocsolkodás sem maradhatott el. A húsvéti versike után a fiúk megöntözték a lányokat. A legjobban azt szeretem a húsvétban, az a díszíteni a tojásot és a süteményokat, és nagyon fontos nekem tanulni a magyar kultúrától, a nagymamámtól, szóval tanulunk énekelni, táncolni és verset mondani, és nagyon örülök, hogy magyar vagyok. That's it. Nem maradt el a húsvéti ünneplés a brisbane-i magyar közösség tagjainál sem. A gyerekek tojást festettek, mézes kalácsot díszítettek, és asztalra kerültek a hagyományos magyar ételek, sütemények is. A járvány miatt a felnőttek maszkot viseltek, és a megfelelő távolság tartására is figyeltek. Fontos volt az, hogy a mai napra is egy foglalkozást szervezünk a gyerekeknek, kézműves foglalkozást, a magyar hagyományokhoz híven a tojásfestéssel, tojáshímzéssel összekötve, meg azon kívül lesz húsvéti ebéd, természetesen lesz zene is. Nem sokan lehetünk, mert korlátozva vannak a számok, hogy hány ember lehet egy teremben, ellenben igyekszünk a korlátozások ellenére is valamelyest megteremteni azt a húsvéti hangulatot. Erre szükségünk van, ebből mi fel tudunk töltődni. A szervezők bíznak abban, hogy Ausztráliában hamarosan megszűnhetnek a korlátozások, és rendezvényeiken újra nagyobb számban fogadhatják az érdeklődőket. Erdőn, mezőn nyitott szemmel, sok virággal el az ember. Én most őket megöntözöm, a piros tojást megköszönöm. Itthon a húsvét, akkor fokozott rendőri ellenőrzés az utakon, ez a járvány alatt sem változott, viszont kevesebb volt a családi összejövetel, illetve a rokonlátogatás, így bízni lehetett abban, hogy sokkal kevesebben vezetnek majd részegen. Idén inkább a biztonsági öv használatát figyelték kiemelten. Személyigazolványt, vezető engedélyt és forgalmi engedélyt szeretnék kérni ellenőrzésre. Fokozott hatósági ellenőrzésre számíthattak azok, akik a hosszú hétvégén autóba ültek. A rendőrség évtizedek óta kiemelten figyeli a sofőröket húsvétkor. Idén elsősorban a biztonsági öv megfelelő használatát ellenőrizték, mivel az elmúlt években már inkább ezzel volt a gond, és nem annyira az ittas vezetéssel. Így csak indokolt esetben került elő a szonda. Járművezetők által okozott balesetek száma folyamatosan csökken, ami azt mutatja, hogy a közlekedők tisztában vannak az ittas vezetés kiemelt veszélyével, annak kockázatával. A rendőrség idén húsvétkor először szakít a korábbi évtizedes gyakorlatával, és a passzív biztonságeszközök használatára koncentrál. A szabálytalankodók több tízezer forintos bírságra is számíthattak. De nem csak a büntetés elkerülése miatt fontos, hogy bekössük magunkat. A gépjárművezetési szakoktató szerint ugyanis nem csak egy ütközés, hanem akár egy nagyobb fékezés során is életmentő lehet a biztonsági öv. A műszerfarban, kormányban ütközve súlyos roncsolást okozhat. Ettől megvéd a biztonsági öv. Arról már ne is beszéljünk, ha esetleg egy két autó összeütközik, vagy egy szilárdtestnek, fának, falnak nekiütközik, olyan hirtelen lassulás lép fel, amiből akár az ember kieshet, kivetődhet az autóból, ami akár végzetes is lehet.
idén már nem először ellenőrzik a biztonsági berendezések használatát. Március elején egy akció keretében rövid időn belül több mint 5500 sofőrt kaptak rajta, hogy nem voltak bekötve. A hatóság munkatársai akkor a gyerekülésekre is kiemelten figyeltek, ennek hiánya miatt 112 esetben szabtak ki büntetést. A híradó elején már szóba került, hogy húsvétkor sincs megállás a kórházakban és a házi orvosoknál. A hétvégi adatok azt mutatják, hogy az illegális bevándorlók sem pihentek, és így természetesen a határt védő rendőrök, illetve katonák sem. Péntektől vasárnapig 385 határsértővel szemben intézkedtek. Csoportosan vonulnak a migránsok, ez a kép mindennaposnak számít a szerb-román-magyar hármas határtelepülésein. Majdány utcáit szinte már csak az illegális bevándorlók járják. Az egykor idilli település ma már a migránsok egyik központi állomásává vált. Katasztrófa, ez így, itten, ez a lét. Én nem éltem itt 6 évet, de miást én visszajöttem erre a falura, nem ismertem rá. Nagyon, nagyon tönkretettek mindent, fölgyújtogattak a házakat, a más, nekünk van még egy házunk így által, azt annyira tönkretették, hogy abba lehetetlen lakni. Betört ablakok, szennyes és szemét. Ez marad az illegális bevándorlók után. A határmenti település lakói szerint folyamatosak a betörések és a gyújtogatások is. Akik meggyújtsák a házakat, leszedik a cserepet első, aztán leszedik a lécet, a gerendákat, azt tüzelnek fönt a palláson, aztán sikerül. Akkor sikerül nekik. Nagyon el van keserődve a fal, ez olyan szép, nyugodt kis falu volt. Most éjszaka villanyt úgy kell hagyni, itten sokan vettek már a nagy kutyákat, mert talán azoktól félnek. Ez van, meg mindig minden zárni kell. Folyamatosan razziáznak a magyar katonák és a rendőrök a határ mentén. A rendőrség adatai szerint az elmúlt héten 783 az ország területére illegálisan belépő bevándorlót tartóztattak fel. 7 magát szírnek valló migráns zsúfolódott be ebbe az autóba még szombaton. Az utasok illegálisan jutottak Magyarország területére, éppen Ausztria felé tartottak, amikor a rendőrök igazoltatták őket. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 139, szombaton 108, vasárnap pedig 109 illegális bevándorlót tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron a katonák és a rendőrök. Mínusz 6-7, sőt mínusz 8 fokot mértek hajnalban többfelé, szinte alig voltak olyan helyek, ahol nem csökkent 0 fok alá a hőmérséklet. Ez nem mondható átlagosnak áprilisban. Éjjel még jön egy újabb hidegfront, akár hó is eshet, és még napokig hidegek lesznek az éjszakák. Sajnos ez most már komoly károkat okoz a gyümölcsösökben. Alig vannak rügyek ezeken a barackfákon. A márciusi fagyos idő miatt ebben a Kecskemét melletti kertészetben már biztos, hogy kevés lesz a termés. Virágoznak a fák egy fővároshoz közeli ültetvényen. Itt jó termés ígérkezik, ha csak a keddi hideg betörés nem okoz jóvá tehetetlen károkat. Sajnos ennek nagy az esélye, mert mínusz 10 fokra is csökkenhet a hőmérséklet éjszaka, akár több napon keresztül is. Csak úgy, mint napra pontosan egy éve. A tavalyi évben nagyon komoly fagykárokat szenvedtek bizonyos területen a magyarországi gyümölcs termesztők. Aminek meg is lett a következménye, hiszen tavaly nyáron kétszer annyiba került például a barack, mint egy évvel korábban. Idén is okozhat áremelkedést a szeszélyes időjárás. Igen súlyos károkat tud okozni azoknál a gyümölcsfajoknál, amik éppen virágzásban vannak. Ugye ilyenkor nagyon érzékeny stádiumban vannak a növények, nagyon nehezen tűrik a lehűléseket. Itt a mínusz 2, mínusz 3 fok alatti hőmérsékletek már igen-igen csúnya munkát tudnak végezni. A gazdák abban bíznak, hogy a hideg idő nem tart ki hosszan, mert ha igen, akkor becslések szerint a termés kétharmada is elveszhet. Tavaly például Kajszíból a várt termés 10%-át tudták csak leszüretelni. Talán Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, vagy Borsoda-Bajüzentlém megyébe, de az Alföldön is nagyon komoly fagykárok lehetnek. És úgy gondolom, hogy most a csonthéjasok vannak igazán veszélybe. Egy hét után úgy néz ki, hogy valami felmelegedés van, akkor lehet igazán majd megítélni, hogy tulajdonképpen mennyi virág, mennyi termés maradt a fán, és hát, hogy utána a gazdákon kell segíteni, ugye a különböző támogatásokkal, vagy pedig egy átlagos közepes termésre számíthatunk.
A szakember szerint most egy olyan hét vár a gazdákra, amikor nagyon komoly lépéseket kell tenni a fagy okozta pusztítás megelőzése érdekében. Ventilátora, van egy meghajtómotor, egy üzemanyagtartály és egy gázégőfej. A fagyvédőgép szerkezeti egységeit mutatja Szabó Zoltán, siófoki gazda, aki már a húsvét éjszakát is a Baraszkosban töltötte. Egy speciális gépet használ, amely 100 fokos levegőt fúj ki a szabadba, mintegy 80 méter hosszan, és így védi a fákat. Emellett más módszerrel is igyekeznek elejét venni a fagykároknak. Mi ebben az évben állítottunk fel egy szélgépet, amely annyit tesz, hogy a magasban lévő melegebb levegőt összekeveri az alacsonyan lévő hideg levegővel, tehát kvázi felfűtjük egy picit vele az ültetvényt. Így mi ma éjszaka, ahol a szélgép dolgozott, ott végig pozitív tartományba tudtuk tartani a hőmérsékletet, tehát itt úgy gondoljuk, hogy megvédtük az ültetvényt. Egy ilyen szerkezet csak nem 10 hektárnyi ültetvény képes megvédeni. A fagyvédelmi eljárások nem éppen olcsók. A szélgép például 20 millió forintba kerül. Sokan vannak, akik a füstölésre esküsznek, de ez a módszer kevésbé hatékony. A siófoki gyümölcstermesztő szerint érdemes lenne megfontolni azt, hogy a gazdák összefogjanak, és például fagyvédelmi szövetkezeteket hozzanak létre, mert így a közösen beszerzett fagyvédelmi gépekkel sokkal több gyümölcsöt lehetne megvédeni, és a gyümölcs árak sem szabadulnának el nyaranta. Reméljük, nem lesznek nagyon nagy károk. 300 kg szemetet gyűjtöttek önkéntesek a Balaton déli partján. Egy balaton szemesi gimnazista hölgy indította az akciót, aki tengerbiológusnak készül. Több mint 100-an jelentkeztek a felhívására. Érdemes figyelni a következő 2 percben, nagyon-nagyon sok hasonló akció kellene, és akkor még jobb hely lehetne Magyarország. Műanyagpoharak és flakonok a kövek között. Cigarettacsikkek, építkezési hulladék és nejlonzacskók a fűben és a nádasban. Ezekből volt a legtöbb a Balatonnál. Az önkéntesek arra vállalkoztak, hogy húsvét hétfőn megtisztítják a déli partot és összegyűjtik a szemetet. Itt lakom a Balatonparton ugye 18 éve, és hát jó lenne, hogyha lemegyek a Balatonpartra, akkor nem kéne annyi szeméttel találkozni, és hát nem szennyezzük annyira a környezetet, tehát hogy, és ez nem csak nekünk jó, hanem mindenkinek, aki itt van. Az akcióhoz több mint 100-an csatlakoztak, betartva a járványügyi szabályokat. Navracsics Nóra Tünde édesanyjával és testvérével jelentkezett a programra. A lány azt mondja, a Balatonpart tisztán a legszebb. Ez ezerszer jobb, mert nem lépünk bele a horgokba, amikor itt sétálgatunk kint, meg nem fújja a szemünkbe a csikket a szél. Tehát szerintem nagyon jó ez a program. Mintegy 300 kg szemetet gyűjtöttek össze a résztvevők, az önkéntes szemétszedési akciót Rózsa Virág indította el. A balatonszemesi gimnazista lány tengerbiológusnak készül, szívügye a környezetvédelem. Az elsődleges cél az végig az volt, hogy a Balatonpartot azt megtisztítsuk, és ez továbbra is cél lesz, amiért eléggé úgymond dolgozunk, hogy ez sikerüljön, illetve hát én későbbiekben is szeretném majd ezt folytatni. Az ötletgazda évente legalább egyszer megszervezné a programot, de a legjobb mégiscsak az lenne, ha szükség sem lenne az ilyen akciókra, mert az emberek nem szemetelnének és jobban óvnák a környezetet. Csak nem 100-an meghaltak és sokan eltűntek Indonézia keleti részén, illetve Kelet-Timorban az áradások miatt több ezer embernek kellett elhagyni az otthonát. Megkezdődött az esős évszak arrafelé, ez minden évben hasonló tragédiákkal jár. Holttestek után kutatnak az indonéz katasztrófa védők, az eső okozta áradások 38 ember életet követeltek csak Adonara szigetén. Több településről jelentettek földsuszamlást. Az ár már levonult, de nem mindenkit találtak meg, sok ember eltűnt, őket próbálják most felkutatni. A munkálatokat nehezítik az időjárás okozta áramkimaradások és az úttorlaszok, valamint a derékigérő sár. Hidak omlottak össze, a kidőlt fák pedig elzártak néhány utat. Malakában viszont még tart a lakosság evakuálása, több százan vesznek részt a mentésben, amelyben a rendőrség és a katonaság is besegít. Az emberek kötélbe kapaszkodnak, nehogy az ár elsodorja őket. Kamionokkal szállítják el az elárasztott házak lakóit, mindenki csak egy csomagot vihet magával. Az én falumban a víz a fejem fölötti gér, és még nem vonult le, ha tudsz segíteni, először a falumba menj, kérte egy férfi.
Csak nem 30 ezer embert érintenek az áradások Indonézia szerte, az áldozatok száma már megközelítette a 100-at és több tucatnyian eltűntek. Félő, hogy őket már nem találják meg élve, az iszap rengeteg házat betemetett. Arra kérem az embereket, hogy kövessék a hatóságok utasításait és legyenek nagyon óvatosak, üzente honfitársainak az ország elnöke. Indonéziában az árvizek az októbertől áprilisig tartó esős évszakban minden évben sok ember halálát okozzák. Előrejelzések szerint az elkövetkezendő 24 órában megerősödhet a ciklon intenzitása, ami még több esőt és áradást okozhat az országban.